Videófelvételt készítek erről a csodaszép Pioneer sorozatának a legmagasabb sorozata, PL6-os full auto, illetve Quartz és hát full auto return lemezjátszóval ráírva, de ez azt foglalja magába, hogy amikor lejár a lemez, illetve amikor végighallgattuk a lemezt, akkor a kar automatikusan fölemelkedik, kirakja a helyére, leteszi a kart a tartóbakra, ahol most áll, és áramtalan kikapcsolja teljesen hálózat alól a készüléket. Ezt illusztrálom is, valamint, amit tudni kell még róla, a állapotát láthatott teljesen újszerű állapotú a lemezjátszó. Egyedül a tetején van egy olyan jellegű probléma, hogy amit ráraktak, megsütötte a nap, fölmelegítette azt a fekete műbőr valamit, és nyomot hagyott maga után. Egy DJ felirattal ezt kompenzáltam, úgyhogy na, javarészt nem látható. Egyébként a plexi teljesen repedés és hibátlan. Tökéletesen tartja a zsanér is, meg egy picit lejjebb állítom még úgy is. Szóval megbízható zsanérokkal, rugózattal rendelkezik. A készülékről annyit kell még tudni, hogy vadonatúj hangszedő van benne, illetve bocsánat, az a hangszedő van benne, amivel kiadták. Lehet látni, ez egy gyári Pioneer hangszedő, és elhihető, hogy tényleg 15-20 darab lemez játszott csak. A hangja olyan, hogy elképesztő. A nagyon-nagyon drága hangszedővel rendelkező lemezjátszók, mint a Project, a Torrens, stb. Marantznak is vannak nagyon jó lemezjátszói. A Pioneernek is vannak lemezjátszói, amik még ennél magasabb kategóriában vannak, de hát az már több százezer forint. Ezért a pénzért ezt a hangot szinte hihetetlen. Hallgassuk meg, hogy hogy szól. Fölemelem a kart, ráhelyezem a lemezre, leengedem. Tényleg egy olyan hangot fogunk hallani, ami nagyon ritka lemezjátszónál. Nem hallasz sustogást, nem hallasz zajt. Annyira élvezhető hangja van, és annyira részletező hangot ad ki. Jó, ezek a MK4-es quadral hangfalaim is magukért beszélnek. Bársonyborításos már a hangfal. Fólia van a tetején, hogy védjem. Látjuk az automatikáját, hogy milyen. Elviszem a kart a végére a lemeznek, és amikor lejár a lemez, akkor automatikusan brutálisan szép hangja van. A lényeg az, hogy amikor lejár a lemez, kiteszi a bakra a kart, leengedi a liftet automatikusan, és áramtalan. Amit meg tudni kell róla a Quartznál, hogy ez egy olyan ellenőrző rendszer, hogyha hozzáérek, abban a pillanatban elalszik, ha gyorsítok rajta, akkor is. Szóval itt totál pontos fordulatnál világít csak ez a LED, ez visszajelzi, hogy most nyávogásmentesen tökéletesen működik, ez a direkt driftfajtásos kvarcmotor, illetve kvarc ellenőrzéses lemezjátszó. Kitette szépen a kart, most leengedi, áramtalanít, és kész.
100%-ba tudja, mi a dolga. Csalódásmentes választás. Ennyi pénzért ilyen lemezjátszót biztosan nem kapunk. Ezt egyébként, hogyha hibátlan tetővel lenne, akkor 90-100 ezer forint között árulják. Itt a jófogáson is. A gyári RCA kábelével és a föld kábelével adom. Rendes 220-as gyári kábellel van neki. Ezeket képpel illusztrálni fogom. És köszönöm szépen még egyszer, hogy megtekintetted róla a készült videó felvételem. További szép napot kívánok!